Szirgus Gábor elmondta, hogy az elmúlt hetekben lakossági fórumokon központi téma volt a makói víziközmű Kft. Ügye. A makóiakat mélységesen felháborítja, hogy egy olyan cég, amelynek az itt élők érdekeit kellett volna képviselniük, a térség legmagasabb vízdíját szedte be tőlük azért, hogy a menedzsment magas juttatásokban részesüljön. De nem értik azt sem, hogy miért kellett kiszervezni saját dolgozóinak, családi vállalkozásoknak a víziközmű Kft. Munkáit. Sokan megkérdezik tőlem, hogy hogyan és mikor lesznek felújítva a vízvezeték rendszerek, a vízvezeték csövek, az úgynevezett Eternit csövek. Egy olyan jegyzőkönyvre bukkantunk 2009-ből, amikor feketén-fehéren le van írva az, hogy mennyit költött a víziközmű Kft. Csőrekonstrukcióra, fejlesztésre, és mennyit költött például a vezérigazgató úr gépjárművére. A jegyzőkönyvből kiderült, hogy 7 millió forint kellett a vezérigazgatónak új autóra, míg karbantartásra csak 6 millió forint. A jegyzőkönyv tanúsága szerint ezt nem kifogásolta Búzás Péter makó polgármestere, ám szóvá tette, sőt nem is szavazta meg Szegvári Ernőné Kis Zombor polgármestere. Az autóra költött pénzt azzal indokolták, hogy fontos a vezérigazgató megjelenése, derült ki a jegyzőkönyvből.